Meggyőző fölénnyel a szavazatok 58%-ával győzött a Nikol Pasinyan miniszterelnök vezette polgári szerződés pártja az örményországi előrehozott parlamenti választásokon. Örményország népe megbízást adott a polgári szerződés pártjának az ország vezetésére, és személy szerint nekem arra, hogy miniszterelnökként irányítsam tovább az országot, mondta Pasinyan. Pasinyan korábban lemondásra kényszerült a hegyi Karabakh ügyében Azerbajdzsánnal kötött békeszerződés miatt, amit még tavaly novemberben írt alá, és ami miatt az örmények hónapokon át tüntettek. A választók ma egyszerre fásultak és bizakodóak. Nagyon remélem, hogy változásokat fogok látni. Azt is remélem, hogy Örményország talpra áll majd, gazdaságilag és politikailag is. Az emberek egyszerűen belefáradtak az állandó konfliktusokba, az Azerbajdzsánnal folytatott háborúba. Nem könnyű választani, de én megtettem. A moszkvai közvetítéssel létrejött békemegállapodás 6 hétig tartó harcoknak vetett véget. Azerbajdzsán visszakapta hegyi Karabakh nagy részét, amelyet 28 éven át az örmények ellenőriztek.